Szabolcsi Balsán 2011 óta nincs körzeti orvos. Az itt lakóknak, főleg az idősebbeknek sokszor problémát okoz az orvos hiánya. Én már 83 éves vagyok, és sokszor rászorulnék. Jó lenne, ha itt van az orvos. Volt, aki gyermekei egészségét félti, sok esetben a rendelési idővel is gond van. A gyerekem az óvodában van, és akkor az óvodából jeleztek, hogy a gyerekem beteg, és akkor már a doktor urat nem értük el, mert később szóltak nekem. Balsán a házi orvosi teendőket napi 1-2 órában a tiszabercei orvos látja el. Mivel nincs saját házi orvosi praxis, így a rendelőt sem tudják felújítani, amihez a polgármester szerint közel 50 millió forintra lenne szükség. A működtetés feltételeit tulajdonképpen nem tudják teljesíteni a jelentkező orvosok, mert a falu lakosságának a létszáma, illetve a kártyaszám jelenleg nem engedi, hogy önálló praxist indíthassanak itt Balsán, bár orvos jelentkezőnk lett volna, de mégsem tudja elindítani, mert engedélyt nem tud rá önállóan kapni, így más megoldás nincs, mint így a helyettesítéssel való megoldás. Összesen 17 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen nincs jelenleg házi orvosi praxis. A táblázaton is látszik, hogy van, ahol már 9 éve nem működik a szolgálat. A legtöbb esetben felnőtt és gyermekorvos sincs. Az orvosi kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei alelnöke a Kölcsei televíziónak korábban úgy nyilatkozott, jelenleg 2 praxis program is elérhető az orvosok számára. Ha átképzik magukat és házi orvosi szakvizsgát tesznek, 6, illetve 10 millió forinttal támogatják őket. Ezt a lehetőséget még tavaly kezdeményezte az OEP. Indult egyébként az OEP-nek, most van egy programja, egy 500 milliós keretösszeggel országosan. Ezt a 230 praxist kellene, hogy betöltsük. Azok a kollégák, akik egy olyan praxisba mennek el, ami egy éve nem betöltött, azok 6 millió forint támogatást kaphatnak, azok pedig, akik már 5 évben be nem töltött praxisba, pedig 10 millió forint, az, ami támogatást kaphat a kollega, hogyha vállalja azt, hogy 4 éven keresztül viszont ebben a praxisban szerződéskötött az önkormányzattal. Sós Zoltán azt is hozzátette, szerinte egy életpályamodell kialakításával lehetne kedvezővé tenni a házi orvosi praxist. De az is problémát jelent, hogy a házi orvosok 70%-a idős, átlag életkoruk 59 év felett van, a házi gyermekorvosoké pedig még ennél is magasabb. Ez azért okoz gondot, mert a következő években egyre többen elérik majd a nyugdíjas kort.